Sziasztok! Ebben a videóban az Erasmusról fogunk nektek mesélni. Itt van velem most vendégként Bogi, aki szerencsére már volt Lengyelországban Erasmusszal, és most erről fog nektek egy kicsit mesélni. Tök jó tapasztalatétől fogja megosztani. Sziasztok! Múlt fél évben, tavaszi fél évben voltam Dél-Lengyelországban Erasmuson, 4 hónapra, és most erről fogok kicsit nektek bővebben mesélni, mert igenis megéri, hogy Erasmusra menjetek. Én egyedül mentem, tehát nem volt semmilyen barátnő velem, és mivel kicsit későn adtam el jelentkezésemet, ezért Kolászba sajnos nem jutottam be, úgyhogy albérletbe mentem. Úgyhogy ez egy hasznos tanács lehet nektek is, hogy hiába van megadva egy határidő, minél előbb adjátok le, annál nagyobb eséllyel kerültök be az adott kollégiumba. Tehát egy albérletbe kerültem, ahol rajtam kívül még 12 ember lakott, mindenféle más nemzetiségűek, de leginkább, tehát ugye Európából származtak. Hát az együttéléssel azért voltak néha gondok, tehát nem volt a legegyszerűbb, de úgy gondolom, hogy az alkalmazkodásomban ez rengeteget segített, hiszen ugye mivel más nemzetiségűek voltak, más országból jöttek, ezért ugye más szokásokat is hoztak, amikhez nekünk is igazodnunk kellett. Ez egy kölcsönös ilyen megállapodás volt, hogy én mit viselek el, meg mit viselnek el. És honnan jöttek, hogyha a Legtöbben Dél-Európából jöttek, Olaszország, Spanyolország, Portugália, tehát ők így azért eléggé egy vonalon voltak. És akkor mi meg így volt még egy lengyel lány, meg mi magyarok, és mi meg azért egy kicsit más vonalat képviseltünk. Igazából az elején a boldogulás az nem volt annyira könnyű, ugye mivel hárman voltunk magyarok a házban, ezért nagyon sokáig együtt voltunk, együtt mentünk ide-oda, meg hát a többi országból érkezettek is így összetartottak, de szerencsére nagyon jó hálózat van kiépítve Lengyelországban ezen az egyetemen, ugye én Wroclawban voltam, Dél-Lengyelországban tartom, és ez egy gazdasági egyetem volt, ahol egy ilyen rendes szervezetet működtetnek az Erasmusosok így összeboronálására, meg mindenféle tájékoztatók voltak, orientációs nap, mentorok, meg tényleg nagyon sok programot szerveztek, úgyhogy emiatt már az első 2-3 hét alatt így nagyon jól összebarátkoztunk a házban is, mindannyian ugyanarra az egyetemre jártunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis társaság alakult ki. Úgyhogy leginkább ezt tudom említeni, ami még nagyon nekem így az első sok volt, ugye, hogy ennyi emberrel együtt lakni egy házban, de szerintem ez nagyon, nagyon sokat segít azért így a szemléletmód kialakításában is. És a nyelvekről mit tudnál mondani, mi az elvárás így az Erasmusszal kapcsolatban, hogy így neked például angolul voltak csak a tárgyai, remélhetőleg, na, hogyha már így Erasmus szerveznek, nem? Igen, csak angol tárgyaim voltak, meg ugye a házban is nagyrészt csak angolul beszéltünk. Bár a végére azért már mindenki a saját nyelvén, ugye a saját országából származókkal beszélgetett, úgyhogy ez néha zavaró volt, de persze az angol a legfontosabb. Hát nekem egy középszintű nyelvvizsgám van, most fogom csinálni egy felsőfokú nyelvvizsgát, de én azt tudom mondani, hogy hát egyáltalán nem kell megijedni. Tehát szerintem majd vagy közép, vagy egy megközelítőleg közép szinten valaki el tud beszélgetni tényleg ilyen hétköznapi társalgásként, akkor az teljesen jó. Mert egyrészt a tanárok sem voltak annyira, tehát nem mondom, hogy mindenki C1 szinten beszélt. Tehát szerintem ők sem profik angolból, legalábbis ahol én voltam. Meg rendesek is voltak nagyon, tehát segítőkészek. Úgyhogy, meg hát a társaim sem, tehát ott azért így nem, tehát általában ez a közép, mindenki kis közép nyelven elbeszélgettünk egymással, tehát nem tudom, szerintem ezt így le kell vetkőzni. Ezt is senki nem tartson vissza, tehát voltak ott olyanok, akiknek még ilyen közép nyelvvizsga sem volt, megírták ugye ezt a kötelező tesztet, ezt a nyelvi szintfelmérőt, és akkor ott is ilyen A2-es szinten voltak, és mi is levizsgáztak, hát a vizsgák is... Azért szerintem nagyon figyelték, hogy most Erasmusosok vagyunk, és akkor nem biztos, hogy annyira nagyon szakmai angolt tudunk beszélni. Úgyhogy ettől nem kell tartani egyáltalán.
És a vizsgáid leginkább, tehát hogy oldottad meg, hogy azért Magyarországon is fel kell venni itt az egyetemen néhány tantárgyat, meg ugye ott kint is meg kell lenni a minimum 16 kreditnek. Kettőt párhuzamosan hogy tudtad együtt végig csinálni? Nem volt annyira könnyű, de szerintem ha az ember jól hát megbeszéli itthon, tehát ilyen legfontosabb szerintem, amikor elhatározod, hogy elhatározzátok, hogy Erasmusra fogtok menni, akkor azonnal szólni kell a tanároknak, mert ugye nyilván kell egy kedvezményes tanrend például, hogyha ha itthon is szeretnél ugye tantárgyat elvégezni. Úgyhogy hát én nekem ezért volt így talán könnyebb, mert már nagyon korán tudtam, hogy szeptember környékén menni fogok, és én úgy kerestem az egyetemet, hogy az bizonyos tárgyak ott legyenek, amiket nekem tudtam, hogy el kell fogadtatnom, hogy ne csúsztak évet. Uh-huh. Tehát érdemes amúgy így keresni, nem is az, hogy most hol van, vagy nem tudom, egy adott országban az egyetem, hanem hogy ilyen tárgyak vannak. Úgyhogy hát így sikerült igazából, tényleg egy jó kommunikáció volt köztem és az itthoni tanárok között. Tehát ugye én ott kint is hetente adtam le ide, itthonra házi feladatokat, beadandókat, bármi kérdésem volt, itt is, itthon is nagyon segítőkészek voltak. Kint pedig ugye nem volt így annyira sok kreditem, mert ugye itthon is voltak kreditjeim, úgyhogy nem sokat jártam az iskolába, hogy tudtam így felkészülni igazából a vizsgákra is, de nagyon rugalmasak voltak így az időpontot tekintve is kint, úgyhogy szerintem ha jól előkészíti az ember, itthon mindenkinek szól, és tényleg akkor nem lesz baj. Kötelezően ingáznod kellett, hogy mondjuk valami vizsgáért haza kellett jönned? Igen, ingáztam. Háromszor jöttem haza, azt hiszem négy hónap alatt. Hát én busszal jártam. Uh-huh. Egy jó kis 11 órás buszút. Úgyhogy igen, tehát kellett azért ingáznom, de mondom, itthon is nagyon segítőkészek voltak, úgyhogy így mindent egy hét alatt itthon meg tudtam csinálni vizsgát. Úgyhogy így szerencsém volt. Tehát akkor lényegében csak vizsgáért egyszer kellett csak hazajönni, de a többi az inkább ilyen magán. Igen. Akkor térjünk egy kicsit rá a pénzügyekre, hogy ugye kapunk egy bizonyos ösztöndíjat az Erasmustól, hogy azzal, hogy folyboldog voltál, meg lehetett belőle élni. Mondtad, hogy ugye albérletben vagy, tehát hogy lehet, hogy az még egy magasabb árkategóriát is képvisel, mint a kollégium. Azért így is. Meg tudtad oldani? Mm-hmm. Igen, hát ugye az albérlet vette el a legnagyobb részét az ösztöndíjnak, mert az albérletet viszont euróban árulják többször, mert tudják azért, hogy ebből lehet jól hasznot húzni, úgymond. Úgyhogy azért az albérlet az így elég egész drága volt, viszont bőven kijöttem, tehát ugye 400 eurót kaptam havonta, ugye 70%-a az meg is jött az első körben, tehát még kimenetelem előtt körülbelül megkaptam, tehát nagyon gyorsan elutalták szerencsére, mert azért odakint voltak másoknak ebből problémái, hogy nem jött meg a pénz, meg nagyon keveset kaptak a ott kint, akikkel együtt laktam, úgyhogy hát mi magyarok kaptuk a legtöbb támogatást, úgyhogy én nagyon jól kijöttem meg, hát ugye ott nem euró van Lengyelországban, úgyhogy ez is egy plusz volt. Úgyhogy szerintem simán ki lehet hozni, hát nyilván utána kell nézni, hogy az adott országban így kb. Mik a megélhetési összegek. Persze. Amit én láttam, az körülbelül ez a 250-300 euró körüli havi bérleti díj egy-egy ilyen szállásra. Több ismerősöm is van most kint, és Pesttől elkezdve, Ausztriában, Malagában, mindenhol nagyjából ez a standard, lehet olcsóbbat is találni, hát nem sokat, de azért lehet, de az mondjuk olyan is, meg drágábbat is, de hát azt mondjuk azért, hogy senkinek nem ajánlom, hogyha tényleg ki akar jönni az Erasmus ösztöndíjból, de én is úgy láttam, hogy azért meg lehet ezt oldani, tehát még a legdrágább országokban is van elég pénz arra, hogy azért legalább nullára ki tud jönni. Igen, meg akár lehet vállalni szerintem ilyen diákmunkákat is, ha úgy van. Tehát például én is dolgoztam Erasmuson egy-két hónapot ilyen teljesen részmunkaidőben egy ilyen vállalatnál kisegítőként, ilyen adminisztrációs munka, és hát az is tök jó kis plusz volt. Időd is maradt mindenre akkor? Persze, tehát ugye tök rugalmasan, hogy a diák munkaként
mehettem csak ilyen 10-15 órát uh-huh. is egy héten. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ezt is ki lehet akázni a lehetőségeket. Uh-huh. És azt úgy teljesen magadnak kellett megtalálnod, vagy úgy uh-huh. arra is vannak még így? Amúgy vannak hirdetések, vagyis olvastam, ugye ez a szervezet így küldett nekünk ilyen e-maileket, uh-huh. hogyha lehetne. Meg vannak ugye tök jó kis oldalak is, de hát én erre véletlenül találtam, uh-huh. amúgy uh-huh. Facebookon, úgyhogy ez egy kicsit más úgy. De hát, ha keres az ember, az talán... kis erőfeszítéssel őszintén meg lehet volna, igen. És szabadidőd úgy mennyi volt? Mondtad, hogy itt dolgozóval ott voltak gondok a takarítással, ilyesmi ott az albérletben, de ezen felül azért még tudtál elmenni, ismerkedni ilyesmi. Igen, igen, nagyon, nagyon jó volt, mert ahogy említettem, ugye ez a szervezet sok programot hozott össze nekünk, tehát azokra mindig elmentünk, illetve nagyon sokat utaztunk, igazából lakás szinten, tehát ugye mi páran így összedobtuk a pénzt, és akkor ugye nagyon jó kis busz társaságok vannak, amit így nagyon olcsón ki lehet hozni. Meg hát Lengyelország szerintem nagyon jó helyen van, ugye egy Közép-Európa, tehát a nagyon sok hely könnyen elérhető. Úgyhogy mi is mentünk több helyre is, többször voltam Németországban, Dániában, Svédországban, Lengyelországon belül is utazgattunk. Tehát azért erre is volt idő. Hát persze nagyon ugye sűrű volt igazából, tehát azért... Hát ennek ez is a lényege, hogy... Osztani. Persze, persze. Kihasználod az ott töltött időt. Igen, igen, de hát menni kell. Nem szabad szerintem otthon menni és ellenni. És összességében hogy élted meg? Hát először azt hiszem, hogy nehéz volt, de mert ugye egyedül mentem ki, és azt hittem, hogy ez majd ilyen hátrány lesz, de azt így visszagondolva azt mondanám, hogy ez inkább előny. Hogyha talán ha egyedül, vagy talán ketten mennek az emberek, tehát mert ugye, ha egyedül megy az ember, akkor tényleg rá van arra így kényszerítve az első pillanattól, igen, ugye, hogy egyből akkor menni kell mindenkivel, és igenis próbálkozni kell ugye megnyílni. Meg hát nagyon szerintem ilyen nyitottan kell kimenni, tehát úgy kell hozzáállni, hogy igazából bármi történhet, mert hát ugye az ember nem tudhatja, hogy milyenek lesznek a szobatársak, vagy lakótársak, vagy az egész, hogy fog kinézni. Úgyhogy hát egy nagyon, nagyon jó élménynek találom, és szerintem adott egyfajta ilyen magabiztosságot, az, hogy azért mégiscsak egyedül egy tök idegen országban így helyet tudtam állni, az összes vizsgát megcsináltam ott is, itt is, tehát ez azért elég jó pluszt ad, meg azért ugye a nyelvet is fejlesztettem, tanultam egy kis lengyelt, tanultam egy csomó kultúráról, spanyolok, portugálok, van egy csomó barátom, ugye most megyek októberben Portugáliába egy hétre, mert lesz egy ilyen Erasmusos találkozó, és a házból egy ilyen 6-7-en összejövünk ott Portugáliában, és tehát ez egy teljesen jó lehetőség arra, hogy több barátot szerezzen az ember országokban, tehát utazási lehetőség is. Úgyhogy nagyon-nagyon jól élem meg. Hát azért voltak nehézségek, néha talán kicsit egyedül van az ember, de nagyon jó volt, úgyhogy csak ajánlom, tudom. Örülök neki, hogy tetszett. Nekem is megosztod a kedvem, mert most már biztos, hogy megyek Malagába. Oké, még nem jelentkeztem, szóval még nektek is van időtök, hogyha úgy gondoljátok, és gondoljátok úgy. Mert már le van nekünk is minden foglalva. Szállás, repülőgép, ilyesmi, csak a jelentkezést kéne még elvégezni, de az is folyamatban van. Hát én is csak ajánlani tudom mindenkinek, szóval nekem is most úgy tűnik, hogy több tárgyat is el tudunk fogadtatni. Szóval tényleg csak ajánlani tudom, és remélem, hogy egyre többen fogtok élni ezzel a lehetőséggel, mert tényleg a lehetőség az adott. Egyszerűen kihasználatlanak a helyek, szóval... Hát igen, azt hiszem, hogy nagyon ki kell használni, hogy a Panna Egyetemen ennyire nincsen ember, és mindenki megkapja a helyet, tehát... Ez is egy hatalmas elény szerintem itt az egyetemünkön. Ezt már beszéltük. Hallottam horror sztorikat Pestről, hogy milyen beadandókat, milyen plusz munkákat kell csinálni, azért, hogy egyáltalán az esélyed meg legyen arra, hogy ránézzenek a papírjaidra, szóval ehhez képest ez sokkal-sokkal barátságosabb, hogy tényleg válogatni tudsz a helyek közül. Igen. Hát köszönöm szépen. Én is köszönöm.